Elnök úr, a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az előttünk lévő határozati javaslat több pontja támogatható. A Magyar Országgyűlés épülete, az országház nem csak egy építészetileg csodált része a világnak, mondhatom így, hogy a világnak, egyúttal a magyar demokrácia szimbóluma is. Ezért támogatható minden olyan törekvés, amely az országgyűlés házát, az országházat, annak környezetét, ennek a funkciónak megfelelően alakítja át, és alkalmassá teszi, hogy mint szimbólum is megfeleljen ezeknek az eszményeknek. Az sem ördögtől való gondolat, tisztelt képviselőtársaim, hogy a kormány és a törvényhozást fizikailag is elválasszuk, és a kormány tisztviselői, tisztségviselői, tagjai, alkalmazottai más épületben kapjanak elhelyezést, és ezzel az országház minden tekintetben valóban a Magyar Köztársaság Országgyűlésének munkáját legyen hivatva szolgálni. Megjegyzem ugyanakkor, hogy ennek a javaslatnak a támogatása nem jelenthet automatikusan bianko csekket. Az, hogy a kormány tagjai, beleértve akár a miniszterelnököt, a minisztereket, államtitkárokat, munkatársaikat, hol és milyen épületben kapnak elhelyezést, azt azzal összefüggésben lesz majd érdemes vizsgálni, amikor ezeket az elképzeléseket megismerjük, és ebben bennünket nem csak az fog vezérelni, hogy az elhelyezés méltó legyen a Magyar Köztársaság kormányához, hanem nyilván figyelembe fogjuk venni azt, hogy az elhelyezés költségei összhangban állnak-e országunk teljesítőképességével, fizetési mérlegével, lehetőségeivel. Egy olyan pontja van, hölgyeim és uraim, a határozati javaslatnak, ami viszont komoly megfontolás tárgyát kell, hogy képezze, és a magunk részéről ezt a részt nem támogatjuk. Ez pedig a határozati javaslatnak az a pontja, amely úgy képzőművészeti arculatát tekintve, úgy egyéb szimbólumait tekintve az 1944 előtti állapotokat tekinti irányadónak. Ezt a javaslatot nem tudjuk támogatni. A mi megítélésünk szerint ugyanis a 21. században az országháznak és környezetének egy modern Magyarország történelmi múltjára büszke, történelmi vitáit maga mögött tudó ország szimbóluma is kell, hogy legyen, és inkább olyan elrendezést támogatunk, ami ennek a modern Magyarországnak felel meg, szemben azokkal az elképzelésekkel, amelyek egy hamis nosztalgia jegyében, naftalin szagú eszményekben látják a mai szimbólumok megfelelőjét. Az 1944 előtti állapot képzőművészeti arculatához tudni kell, hogy ebbe nem csak Károlyi Mihály szobra nem fér bele, hanem József Attila szobra sem. Tudjuk, hogy Károlyi Mihály történelmi szerepét történészek és politikusok is vitatják. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy ezt a vitát elsősorban a történészeknek kell lefolytatni. Azonban kétségtelen tény, hogy az első magyar köztársaság szimbolikus alakjának, Károlyi Mihálynak helye van a Kossuth téren, szobrának helye van a Kossuth téren. És abban is remélem, hogy képviselőtársaimmal nem lesz vitánk, hogy József Attila szobrának is helye van a Kossuth téren. Én mélyen tisztelem Gróf Adrási Gyula történelmi szerepét, de nem gondolom, hogy József Attila szobrát el kéne távolítani a Kossuth téről csak azért, hogy az egykor helyén álló Andrássy szobrot oda visszahelyezzük, vagy újra képzőművészekkel megcsináltassuk. Azonban nem csak szobrokról és a szobrok mögötti szimbólumokról van szó, hanem magáról a 44 előtti korszakról. A magyar történelem minden korszakának voltak előremutató, nem is ritkán felemelő pillanata is.
Azonban, amikor sommásan egy korszak egészére tekintünk, akkor a 44 előtti korszak nem lehet eszményünk. Nem lehet eszményünk egy olyan korszak, amelynek több nyilvánvaló abszurditása is létező tényként kell, hogy elfogadásra kerüljön, hiszen ha külföldiekkel beszélünk, akkor nehezen értik meg erről a korszakról beszélgetvén, hogy milyen lehetett annó egy király nélküli magyar királyság, amelynek első számú embere egy tenger nélküli ország ellentengernagya volt. Ez már önmagában is abszurd, és sok tekintetben annak a korszaknak az abszurditását is jellemzi. Ennél talán fontosabb, hogy annak a korszaknak sok olyan törvényét, amelyet egyébként itt ebben a tisztelt házban fogadtak el, nem fogadhatunk el a 21. században, és a maga korában is szégyenteljesek voltak. Ezek a törvények, hölgyeim és uraim, a zsidó törvények. Mert félreértés ne essék, bár 1944 után volt Magyarországnak olyan kormánya, amely nyíltan fasiszta eszméket vallott, és közreműködött több százezer magyar meggyilkolásában, ennek 1944 előtti előképei viszont tagadhatatlanul léteztek. Erre az útra az akkori Magyarország törvényalkotói akkor léptek rá, mikor az első kisebbségeket korlátozó törvényeket, jelesül a zsidó törvényeket elfogadták. Hölgyeim és uraim, hogyha eszményeket keresünk, akkor a történelmi múlt feldolgozásával a modern kor eszményeit keressük, amikor az országház környezetét rendezzük, amikor az országgyűlési képviselők munkájának körülményeit, méltó körülményeit megteremtjük, akkor ne egy vitatott múltban, sok tekintetben szégyenteljes múltban keressük az elődöket és az eszményeket, hanem a 21. századi megfelelő eszményeket alkossunk, és ennek megfelelő szimbólumokat keressünk, ennek megfelelően alakítsuk ki a tér képzőművészeti arculatát. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen! Pálfi István képviselő úr következik a Keresztény Demokrata Néppárt képviselő csoportjából. Őt majd Staud Gábor képviselő úr fogja a Jobbik képviselő csoportból követni. Most megadom a szót Pálfi István képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Ahogyan Balsa István képviselőtársunk a javaslat ismertetése során elmondta, hogy az első számú célja a magyar államiság, nyugodtan mondhatjuk, szimbolikus terének számító Kossuth tér méltó kialakítása. Ezt tartalmazza a javaslat első pontja, és ehhez valóban érdemes építészet történetileg hozzátenni azt, hogy amit nyilván sokan tudnak is képviselőtársaim közül, annak idején, amikor az 1880. évi 58. törvénycikkben az állandó országház építéséről rendelkeztek, akkor az első paragrafus úgy fogalmazott, hogy az országgyűlés mindkét házát, ugye az akkori alsó és felső házat, befogadó állandó országháznak a főváros 5. kerületében lévő, akkor tömőtérnek hívták, tömőtéren építése ezennel elrendeltetik. Vagyis az eredeti szándék az országgyűlés, tehát a népképviselet mindkét házát befogadó épület pályáztatási eljárása volt. Ez az 58. törvénycikk akkor a pályázat kiírására is rendelkezett a második paragrafusában. Nos, erre a pályázatra ugye az első három épület az országház Steindl Imre tervei szerint, illetve a másik kettő, amelyik most a téren áll, a kúria, az igazságügyi palota és a mai földművelésügyi minisztérium épülete született. Ezek volt a díjnyertes pályaművek, és ebből egy különleges tér együttes komponálódott. Sehol a világon nincsen egy olyan központi építészeti tér, amelyen egy pályázat eredménye, az első három helyezett
együtt valósulhatott meg és alkotta ezt a két térfalat. Sajnos ez egy tangenciális megjegyzés, de mégis ide tartozik. A tér egysége később nem valósulhatott meg, mert az észak, illetve a déli oldalon épült neoeklektikus paloták minőségükben, építészeti színvonalukban messze nem érik el ezeket az épületeket, amelyek az állandó országház építésére kiírt pályázat díjnyertes művei voltak. Ugye külön sebet okoz a téren, a háborús pusztítások eredményeképpen megújított térsarok, amely most a Kossuth téri metró állomást fogadja magába, és a Budapest, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara székháza is egyben. De ezektől eltekintve az a három díjnyertes pályamű, amely egymás felé néz, az valóban unikális, méltán az országház tekintetében a világörökség része, és ennek a méltó kialakítása, térformálása, park és egyéb tér kompozíciós rendészeti megoldásai valóban nem tűrnek halasztást. Az, ami itt van, ahogy Varsai képviselőtársam mondta, az áldatlan állapot. Sehol a világon még ilyen méltatlan helyzetben a nemzetek demokratikus vagy állami szimbólumát, épületét nem szokták hozni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nyilván itt a házban kevés vita lesz. Ugyanakkor az országgyűlési határozat második pontjában, ahol ugye arra rendelkezik a szöveg, hogy a vagyonkezelésen kívül milyen egyéb feladatokat kell megoldani, ott érdemes egy kicsit kiterjeszteni a gondolkodást, mert valóban még olyan vad elképzelések is beleférnek, mint amelyet Urány Sándor képviselő társam mondott. De azért megnyugtatnám önt, mégpedig a következőkkel. Ugye, hogyha leszámítjuk ezt a jogi-jogtechnikai kérdést, amely a vagyonkezelést kívánja rendezni, akkor itt a további pontok a parkolóról, a park felületről, a vendégek, és itt nyilván a hivatalos vendégekről is szó van, a látogatókról, egyéni vendégekről, fogadásáról rendelkezik, meg kívánja teremteni azt a nyitottságot, amely a közjogi funkció megtartásával együtt egy ilyen épületnek szerves része kell, hogy legyen. És itt van az a bizonyos ön által említett pont, a tér képzőművészeti arculatának 1944 előtti állapotához igazodó visszaállítása. De én azért nem félek ettől a kérdéstől, mert nyugodtan mondhatjuk, hogy legfeljebb valamit fölidézhet a térszervezésből, a térformálásból, de biztosan nem tudja visszaállítani. Hát gondoljon bele, képviselőtársam, hogy akkor a Kossuth szobrot is el kéne távolítani, ami nyilvánvalóan ugye abszolút abszurditás volna és nonsens, hiszen ez a szoborcsoport 1952-ben került a helyére, akkor szeptember 19-én avatták. Notabene valóban volt előtte egy Kossuth szobor a téren, de azt elbontották, mert ugye az államkommunizmusnak az eszme rendszerésbe és szimbolikájában nem fért bele az a Kossuth szobor, amely a téren volt, és ezért először Dombovára száműzték, hogy most hol van, azt nem tudom egészen pontosan, de valaki biztos el fogja mondani a vita során. Nos, tehát ugye ez a 44 előtti harcolat visszaállítása olyan abszurditást hozna magával, mint hogy a Kossuth szoborcsoportot, Kisfaludi Stróbel Zsigmond alkotását azokkal a mellékalakokkal, amelyekkel nyilván semmi bajunk nincsen utólag, akkor a népi demokráciában a munkásság, a parasztság és az értelmiség szövetségét volt hivatott demonstrálni, de maga a mű igényes alkotás, és természetesen ilyen formában a téren helyén marad. Igaz ez természetesen tehát a 44 előtti arculat visszaállításának a kérdése, valóban a József Attila szoborra is. De tovább megyek, ugye ott van a Kovács Béla szobor, vagy akár a
Földművelési Minisztérium kapcsán a nagyhatádi Szabó István. Tehát ezek képtelenség, tisztelt képviselőtársam, hogy minden eltűnne innen. Nem, ezeknek meg lesz a méltó helyük egy olyan térkialakítással, amelynek a térnek a szerves egységét, ahogy az 44 előtt volt, mert hiszen említettem a bevezetőben, hogy éppen azt a téregységet akarja helyreállítani a javaslat, amely ennek a kivételes pályázati megvalósításnak a során keletkezett. Tehát ettől én nem tartok. Az viszont igaz, és ebben Burány Sándor képviselőtársamnak teljesen igaza van, valóban egy modern teret kell létrehozni, épp ezt célozza a javaslatnak az a pontja, az első mindjárt, hogy a méltó kialakítást, egy 21. századnak megfelelő méltó kialakítást hozzon létre. Ebbe, és ne menjünk talán most a részletekbe, lesz még erről bőven építészeti, kultúrtörténeti és politikai vita is, de egészen biztosan olyan kérdések is szóba kerülhetnek, mint hogy egyáltalán a gépkocsi forgalomnak a téren való átvezetése megmaradjon-e, vagy pedig ha már egyszer ugye ásunk és gödröt hozunk létre a parkolók kedvéért, szükséges megvalósításáért, akkor ne vigyük-e már le mindjárt a közlekedést, akár a villamost, akár a gépjármű közlekedést megfelelően alakútba, úgy, hogy valóban ez a téregység, ez a kompozíció a kúriával, illetve Sikedanc Albertnek a Földművelési Minisztériumával egy átjárható, szervesen átközlekedhető teret képezzen, ugye aminek egy méltó tengelye az Alkotmány utca, amely a térből kivezet. Tehát ez a kompozíciós elképzelés, ez a 21. századhoz, annak építészetéhez, a magyar államisághoz, ennek a téregyüttesnek a létéhez akkor igazodna szervesen a legméltóbb módon, hogyha ezeket a közlekedési kérdéseket is méltón oldanánk meg, és nem hagynánk, hogy egyéb parkolási képek rondítsák a főváros legfontosabb, mondom, világörökség szempontjából is kiemelkedő városképét, illetve hogy további olyan anomáliákat okozzon, buszok parkoltatása és a többi, ami ismét csak a tér értékéből von le, és ilyen formában esetleg az országgyűlési határozat elfogadása után sem valósítaná meg annak a célkitűzéseit. Úgyhogy én ilyen szempontból egészen nyugodt vagyok, és a javaslatot természetesen támogatjuk, a Keresztény Demokrata Néppárt is támogatja, Harag Péter előterjesztője is volt a javaslatnak, részemről pedig szintén támogatását élvezi. Kérem tisztelt képviselő társaimat, hogy hasonlóan tegyenek majd a szavazásnál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Taut Gábor képviselő úrnak adom meg a szót a Jobbik képviselőcsoportjából, őt majd Szilágyi Péter képviselő úr követi. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Az előttünk lévő határozati javaslat az több szempontból is érdekes, sok szempontból előre mutató, de számtalan olyan körülmény tartalmaz, amivel kapcsolatban várjuk majd a fejleményeket. Én ezekre térnék rá. Bizonyos szempontból könnyű dolgom van, mert nagyon sok minden elhangzott itt előttem, de azért még talán lesz egy-két dolog, amit fel tudok vetni. A határozati javaslat 2014. május 31-ig teljes rekonstrukciót ír elő a kormány számára, ennek a megszervezését írja elő, és ugye ezzel párhuzamosan az országgyűlési hivatal vagyonkezelésébe adná át a teret, és a kormány kiköltözését is meg kellene oldani, illetve a végrehajtó hatalom országházban lévő szerveinek a kiköltöztetését. Növekedne a tér, a Kossuth tér parkfelülete, ez önmagában azt hiszem egy olyan dolog, amivel nehéz vitatkozni, mi is azon a zöld gondolaton vagyunk, hogy Budapest élhetetlen, minél több zöld felületre van szükség, és egyébként a Jobbik volt az, amely már a Budapest programjában, és egyébként az országgyűlési választási programjában is többször elmondta, hogy minél több közlekedési eszköz föld alá vitelével, és pont itt, amit hallottam Pálffy Istvántól, akár a villamosnak, hogyha már mély garást építünk a föld alá vitelével,
megvalósuló plusz zöld terület nyerése, ez pont az, amit mi oly sokszor elmondtunk, tehát ebből a szempontból akár bizakodó is lehetek, hogy újra meghallgatták egy-két javaslatunkat, vagy hogy mondjam, vagy ugyanarra a kedvező végkövetkeztetésre jutottunk. Viszont, illetve az is üdvözlendő, amit itt Burány Sándor képviselőtársam nem emelt ki, át gondolom, miért nem, az 56-os sörtűz emlékének is áldozatot kíván itt az országgyűlési határozat, illetve kéri a kormányt, hogy intézkedjen egy emlékmű felállításáról. Hát ezt értem én, hogy itt az MSZMP utódpártjának ez miért egy fájó pont, viszont a magyar nemzet számára egy olyan régen várt és a megvalósítására nem 20 évet kellett volna várnunk, de úgy tűnik, hogy ez is előre mutat. Abban csak reménykedni tudunk, hogy az emlékmű az méltó lesz, mert láttunk itt már olyan 56-os emlékműveket, amit akár a vaskefeként emlegettek, ami sok minden volt, csak nem méltó annak a célnak, amit meg szerettek volna örökíteni. Tehát itt is azt várjuk, hogy ez is megfelelő módon legyen végrehajtva. És a 44-es arculatnak is örülünk, bár itt még nem látjuk, hogy mik azok a végső fejlemények, amelyek irányába itt el fog menni a tér. Lévén, hogy itt az arculaton, legalábbis én, amikor elolvastam ezt a határozati javaslatot, inkább egyfajta utóérzést, vagy a hangulatnak a modern formában való helyreállítását értettem. Tehát nem azt, amit itt szintén MSZP-s képviselő társam, hogy itt teljes restauráció készül, és József Attilának a szobrát is elkívánja távolítani bárki is. De egy nagyon jó apropó volt, hogy megint itt fasisztázzanak, nácizzanak, és minden olyan dologgal megvádolják az akkori magyar államot, a 44 előtti magyar államot, amitől hát azt hiszem, hogy nagyon távol állt, sőt a térségben egyedüliként állt ellen a megszállásig azoknak a törekvéseknek, akár a zsidóknak a deportálását. Horthy Miklós volt, aki megakadályozta Budapestről, egyedül a régióban, tehát hogyha Horthy Miklós nevezzük fasisztának és háborús bűnösnek, akkor azt hiszem, hogy olyan messze vagyunk az igazságtól, mint hogyha Gyurcsány Ferencet a nemzet felemelőjének és megmentőjének neveznénk. Viszont amire nyomatékosan felszeretném hívni a figyelmet, hogy Károly Mihály szobra viszont nem a Kossuth térre való, és a határozati javaslatban bízunk benne, hogy a 44-es arculat és a már meglévő képzőművészeti alkotásoknak az újragondolása és adott esetben a méltó helyére való átvitele Károly Mihály esetében a szoborparkot fogja jelenteni Budapest határában, Budapest és Érd határában, ahol végre kommunista eszmetársaival együtt lehet, hazatérhet, méltó helyén megnyugodhat a kommunista szoborpark valamelyik szegletében, ott is véletlenül valamelyik kieső zug lenne a méltó számára. Azt hiszem, hogy Károly Mihály megítélése az a Jobbik számára mindig is egyértelműen a minősített hazaárulót jelentette. Nem szeretnék ideológiai vitákba belemenni, de fel szeretném hívni a figyelmet, hogy amennyiben Károly Mihály szobra maradna, akkor a leghatározottabban ellen fogunk állni és felemeljük a szavunkat. Hogyha már csak annyit elérünk az egész tér átalakítással, hogy Károly Mihály szobra egy méltó helyre, és nem beöntésre, hanem a szoborparkba kerül, akkor én azt mondom, hogy már tettünk valamit, és már akkor a kormányzat legalább valamit megvalósított újra egyrészt a Jobbik programjából, meg abból a programból, vagy azokból az elvárásokból, amit a saját szavazói is támasztanak feléjük, csak hát ebből nem mindig látják a teljes megvalósulást. Félelmünk az is, hogy bár itt elhangzott többször, hogy nem látjuk a konkrét terveket arra vonatkozólag, hogy lesz-e akár kormányzati negyed, vagy milyen nagyságrendű beruházások várhatóak itt a végrehajtó hatalom elhelyezésénél. Itt Balsa István képviselő társam elmondta azt, hogy nem látja azt, hogy erre mik a tervek. Ezt egyrésztről előterjesztőként nem kell látnia, viszont elég érdekes, hogy erről akkor őt se tájékoztatták, vagy a beterjesztőket se tájékoztatták. Én azt nem tudom elképzelni, vádoljanak bár naivitással, hogy Orbán Viktornak például ne lennének tervei arra vonatkozóak, hogy a végrehajtó hatalmat és jó magát hova szeretné áttelepíteni. Tehát nem hiszem, hogy amikor ő olvas ezt a határozati javaslatot, akkor ő is egyet így felugrik, hogy hoppá, akkor hova fogunk menni, hogyha elfogadja az országgyűlés
ezt a javaslatot. Tehát biztos, hogy vannak tervek, biztos, hogy erre konkrét értékbecslések is, vagy valamiféle költségbecslések történtek, csak ezeket sajnos még nem láthatjuk, és hát nyilván Répási államtitkár úr erre fog valamit reagálni. Nagyon szeretném, hogyha valami foszlányokat is, de tudhatnánk arról, hogy mi készül, mert számtalanszor láttuk, hogy a beterjesztett tervek és a megvalósulás az elég nagy mértékben el tud térni egymástól, tehát itt is valamiféle iránymutatást, hogy nyugodt szívvel támogathassuk ezt a projektet, azért elvártunk volna, vagy akkor fogalmazhatok így is, hogy a saját beterjesztő társaikhoz és kormánypárti képviselőikhez is az a méltó, hogyha legalább ők tudják, hogy mi az, amit előmozdítanak a saját előterjesztésükkel. Szerintem ennyi tiszteletet adjanak meg saját képviselőiknek is. Tehát a kezdeményezést alapvetően jónak tartjuk. A rendezés iránya is jó, ami a vagyonkezelést illeti, illetve a zöld területek növelését. Ahogy elmondtam, Károly Mihály szobrát egyfajta fő és sarkalatos pontnak tekintjük ebben a történetben, hogy eltávolításra is ne két utcával odébb tételére kerüljön sor, hanem, ahogy mondtam, ez a kommunista szoborparkba. Hogyha ebben valamiféle vita mutatkozik közöttünk, itt nem hiszem, hogy az MSZMP utódpártjának a véleményét különösebben ki kellene kérnünk, hiszen az övéket tudjuk, tehát itt elmondták, hogy minden, ami 44 előtt volt, az bűnös, és ami utána volt, az a nemzet felemelkedését szolgálta, hát ebben azt hiszem, hogy megoszlanak a véleményeink. Tehát viszont, hogyha Károlyi megítélésében a parlament józanul gondolkodó frakciói között bármiféle vita van, akkor inkább folytassuk le később ezt az ideológiai vitát, de mindenképpen arra felé haladjunk, hogy azok a rendezések, akár közterületelnevezések, akár szoboráthelyezések folytatódhassanak, amikre egyébként akár a Széchenyi tér esetében kiváló példát láttunk, és nagyon örültünk neki, hogy ez megvalósult, ugye. A Jobbik volt az, amelyik már itt az országgyűlésben is kezdeményezte határozati javaslatban, jó magam is aláírója voltam ennek, hogy a Roosevelt teret Széchenyi téri nevezzük át, mint az az ember, akinek a legtöbb kötődése van, nem csak a Híd, a Tudományos Akadémia, de egyébként is Budapest és Magyarország fejlődéséhez, és különösen a mostani Széchenyi térhez. Szél Kálmán teret is nagyon nagy örömmel fogadtuk, hogy volt a városvezetés olyan bátor, hogy szembe ment az eddigi, úgy tűnik, hogy nem megalapozott félelmekkel, hogyha a Moszkva teret átnevezzük, akkor itt lesz a világ vége, és az oroszok elzárják a gázcsapokat. Természetesen nem ez történt meg. Bízom benne, hogy ez azért is történhetett, mert a fővárosi közgyűlésben és a parlamentben is a Jobbik sok felszólalásában és beterjesztett indítványában ezt megerősítette, és ezeket a tarthatatlan állapotokat szócsőként elmondva végül is megoldotta a kormányzó többség is. Vagy akár említhetném akkor Vas Albertnek a szerepét is, akiről most már ugye közterület került elnevezésre, illetve szobrot is sikerült a fővárosnak állítani szintén a Jobbik kezdeményezésére, ami a Vas Albert teret illeti. Tehát ezeket a folyamatokat nagyon szeretnénk, hogyha itt az országgyűlésben előmozdíthatnánk, és itt a Kossuth tér rendezése során is előtérbe kerülhetne. És egyébként már erről tudom, hogy még lesz itt szó, de egy iránymutatás akár a Szél Kálmán tér abban a tekintetben is, hogy nem kell félni attól, hogy akár a Szabadság téren is változásokat hozzunk, és itt nem csak a tér elnevezéséről beszélek, hiszen kevesebben tudják, hogy a 48-49-es eseményeknek állít emléket a Szabadság tér, tehát nem a felszabadulásnak, viszont az erek és ország zászlót azt minél előbb vissza kellene állítani, és ugyanúgy, ahogy a Moszkva térből nem volt probléma, nem hiszem, hogy egy szovjet emlékmű áthelyezéséből gond lenne, vagy hogyha probléma lenne, akkor ezeket a gondokat és problémákat fel kell vállalni, hiszen ezért vagyunk, és a 20 év után végre valakinek ezeket meg kellene oldani. Tehát összegzésképpen a múltat nem végképp eltörölni, hanem amit lehet és amit dicső, azt helyreállítani kell. A 45 utáni események kapcsán inkább az elszámoltatásra kellene közösen ráfeküdni, viszont a 44 előtti arculat visszaállítását, vagy modern formában való visszaállítását maximálisan támogatni tudjuk. De még egyszer, és az utolsó szó jogán is hangsúlyozzuk, hogy a támogatásunkat és a későbbi
mindenféle hozzáállásunkat, azt hiszem, hogy a frakciótársaim nevében is mondhatom, Károly Mihály szobrával való bánásmód fogja meghatározni. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Köszönöm szépen, képviselő, és remélem nem az utolsó szó jogán kérte mindezt. Úgyhogy Szilágyi Péter képviselő úr következik az LMP-ből. Parancsoljon, képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, engedjék meg, hogy mind az országgyűlési képviselői, mind 5. kerületi lakosi sapkámat egyszerre magamon tartva hadd szóljak hozzá ehhez a határozati javaslathoz. Ahogy azt már számos ellenzéki képviselőtársam elmondta, nagyon sok ponton lehet támogatni ezt a határozati javaslatot. Mint 5. kerületi lakos és mint volt polgármester jelölt, kifejezetten tudjuk támogatni azt, hogy végre a tér rendezésére egy valós szándék mutatkozik. Ugyanakkor itt felmerül bennünk egy olyan kérdés, hogy a 2008-ban a főváros által elkezdett rendezési tervvel mi lesz? Tehát már nem kevés pénzt elköltöttek erre a tervpályázatok kiírására, én szeretném tudni, hogy mi lesz. Ez különösképpen azért érdekes, azért lehet még érdekes számomra, mert hogyha esetleg költségtakarékossági okokból megkívánják tartani az ottani nyertes pályázati elképzeléseket, akkor ez némiképpen összeegyeztetetlen lesz a 44 előtti állapot helyrehozatalával, úgyhogy ebben szeretnénk egyfajta képet kapni. Ami nagyon fontos, és én valóban nem szeretném,